Az ókori rómaiaknál már létezett a maihoz hasonló szemétszállítási rendszer. A középkorban azonban mintha nem lett volna olyan fontos a tisztaság. A várakból egyszerűen ledobták a szemetet, a városokban az ablakon ürítették ki az éjjeli edény tartalmát, egyenesen az utcára, ahol nyüzsögtek a patkányok. Nem csoda, hogy a középkori Európában pusztított a pest is és a kolera. A járványok kényszerítették az embereket arra, hogy újra foglalkozzanak a köztisztasággal. A szervezett hulladékeltakarítás csak a 19. század végén vált általánossá. Ma már minden településen elszállítják a szemetet, takarítják az utcákat, megszüntetik az akadályokat. A köztisztasági munkagép és járműkezelők télen-nyáron dolgoznak a tisztaságért. 2 év 4 hónapja múlt, hogy idejöttem a céghez dolgozni. Ezt a hivatást azért választottam, mert tetszenek a teherautóval történő munkák, a locsolóautóval dolgozni szeretek, az önfeszedős autóval szeretek dolgozni, meg az egész. Így tetszik nekem. Az autóval elhaladok az út szélén, a járda szélén, és ha visszanézek a tükörbe, vagy kiszállok az autóval, visszanézek a járdaszigetre, hogy felszedtem a csikket, papírzsebkendőt, fagaljakat, falevelet, kavics leszóródás, és olyan szép látvány, hogy a járdasziget megtisztult a szennyeződéstől. A köztisztasági munkagép és járműkezelő irányítja az utcák, terek és más közterületek tisztítására szolgáló gépeket és járműveket. Hogy milyen járművekről van szó? Vezetheti például nyáron a locsolóautót, télen a hókotrógépeket. A köztisztasági járműkezelő munkája változatos és sokrétű. Reggel átveszi a diszpécsertől a napi programot, feladatokat. Felszereli a gépkocsit a megfelelő célberendezésekkel és indulhat a munka. Télen nagy hóesésben alig várja a lakosság, hogy munkába álljanak a hókotrók. Ezt is ő működteti. Az alkalmazott kezeli a gépjárműre szerelt seprő, mosó és hóeltakarító berendezéseket, végigjárja és megtisztítja a megadott útvonalat. Ápolja, karban tartja a rábízott gépeket. A nap végén leadja a járműveket a műhelynek, garázsnak és dokumentálja az elvégzett tevékenységet. A gépek kezelését megmondom őszintén nehéz ott megtanulni, mert nem egy egyszerű feladat, mert ahány autó, annyi fél a cégnél, úgy locsolódott autó, mint önfelszedő, de egy 3-4 nap alatt belejöttem ebbe a gépek kezelésébe. A kedvenc tevékenységem a söprűs autóval járni, amelyek az útszélén megy, önfelszedős autónak hívják. Az útszélén megy gyök 3, gyök 5-tel, és a szép nyugodtan elvégzem a munkámat, vagy egy szép munkát végzek. A járműkezelő rengeteg érdekes munkaeszköt használ, ilyen például a seprőgép, ügyesen kezeli a locsológépet, használja a síkosságmentesítőgépet. Ismeri és használja a munkavédelmi felszereléseket, különböző szerszámokat. Képes üzemeltetni a település tisztasági szippantógépet, használ konténert, tudja mire való a folyékony hulladéktároló. Használ gyűjtőedényeket, jól eligazodik a munkagép felépítmények között, és nem jön zavarba a szerelőszerszámoktól sem. Egy átlagos dolgozó 3 géphez ért általában. Van locsológép, önfelszedőgép, illetve hókotró. A legtöbbször az önfelszedőt vezetem, illetve télen a hókotrót. Tehát az önfelszedőgépet úgy kell elképzelni, mintha egy nagy porszívó lenne tulajdonképpen. Ja, lassan haladunk a járdaszegély mellett, és egy seprűvel besöpörjük a szennyeződést a szívótorokba, ami azt fölszívja, fölporszívozza. Aki köztisztasági járművet szeretne vezetni, jó, ha tudja, hogy nap mint nap hulladékkal, szennyeződéssel, koszos utakkal kell foglalkoznia. Cserébe viszont egész nap kint lehet, mozgalmas életet él. Nem véletlen, hogy a gyerekek olyan megbabonázva nézik a kukásautók hátulján áldogáló férfiakat, vagy a méltóság teljesen és lassan haladó locsolóautót. Aki ezt a pályát választja, jó, ha kellően erős fizikummal rendelkezik az eszközök kezeléséhez és cipeléséhez. A gépek kezelése pontosságot és műszaki érzéket igényel, ezért a járművezetőnek munka közben nem szabad elkalandoznia. Fontos a kitartás, a munka felelősség teljes végzése. A köztisztasági munkagépek, a gépjárművek üzemeltetése nagy odafigyelést igényel. A munkagépvezető nagyszerűen tájékozódik, ismeri az útvonalakat, a munkaterületén kiváló térbeli gondolkodással rendelkezik. Hogy valaki jó legyen ebben a munkában, legyen türelmes, szeressen vezetni, és tudjon egyszerre több helyre figyelni. Munkakapcsolat általában a forgalomirányítókkal van, ők mondják meg, hogy mikor, merre kell dolgozni, illetve a vezetőkkel. A köztisztasági munkagép járműkezelő szabadban dolgozik és emeléssel, cipeléssel járó, nehéz fizikai munkát végez. Többnyire vezetőfülkében ül, egészségre ártalmas tényező a por és zajártalom, a vibráció, a kellemetlen szag és a fertőzés veszély.
Ennek elkerülése érdekében kötelező időszakos orvosi vizsgálaton részt venni és védőoltásokat felvenni. Baleseti lehetőség a közúti közlekedéssel összefüggő sérülések. Főleg a közlekedésben találok veszélyforrást, mert ahogy dolgozunk a gépekkel, nem csak a gépkezelésre kell összpontosítani, hanem a forgalomra. Hát balesetem hál' Isten még nem történt, úgyhogy jó Isten kevelet van. A jobbkormányos autónál talán annyi a nehézség, hogy ha előttünk parkolnak például teherautó, bármi, hát a kikerülése elég macerás, mert ugye nem látjuk a szembejövő sávot igazániból, úgyhogy ott nagyon kell figyelni. Viszont munka szempontjából sokkal könnyebb, mert közvetlen a járda mellett vagyunk és látjuk, hogy mi történik. A gépkezelői jogosítvány és a gép vezetéséhez előírt megfelelő jármű kategóriára érvényesített vezetői engedély a munkavégzés előfeltétele. Amikor idejöttem dolgozni, egy egész komoly orvosi vizsgálaton estem át, úgy szemvizsgálat volt, vérnyomásmérés volt, vércukorszintmérés, és az embernek egy egészséges állapotba kell ide kerülnie. A szakma gyakorlásához épp egészséges mozgásrendszer szükséges. Fokozott igénybevételnek van kitéve a kar, kéz és a láb. Ehhez a munkához szükség van megfelelő látásra, térlátásra, egyensúlyérzékre. A képzés megkezdéséhez befejezett iskolai végzettség nem szükséges. Szükséges azonban, hogy a jelentkező a képzés megkezdését megelőzően egészségügyi követelményeknek feleljen meg. A munkakör betöltéséhez szakképesítés megszerzése szükséges, amely felnőtt képzésben tanfolyami keretek között végezhető el. A képzés során a tantárgyak a közlekedés szabályainak megismerésére, valamint a biztonságos munkavégzéshez szükséges munka, baleset és tűzvédelmi ismeretek oktatására irányulnak. Aki tovább szeretne tanulni, annak javasolt megszereznie a hulladékfelvásárló és telepkezelő szakképesítést. A köztisztaság és a hulladékkezelés állandó és egyre fontosabb feladat a jövőre nézve, ezért ilyen szakemberekre mindig szükség lesz. A bérezés is jól mutatja, hogy megbecsülik munkájukat. Statisztikai adatok alapján a köztisztasági munkagép és járműkezelő pályán havi bruttó 160 és 210 ezer forint közötti átlagkeresettel lehet számolni. Bejövök, megkapom a feladatot, menetlevelet, kijövök, átnézem az autót, hogy minden rendben van-e, és utána kimegyek az adott területre, és ott elkezdek dolgozni. Szeretem ezt a munkát, változatos, többfele dolgozom vele, látszatja van annak, amit csinálok. Ugye előbb szemét volt, ott tisztaság van. Tulajdonképpen ezért. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.